Szőcs Petra 1981-ben született Kolozsváron. Budapesten érettségizett, 2005-ben pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-német szakán szerzett oklevelet. Közben 2004-től a Színház és Filmművészeti Egyetem filmdramaturg szakára is beiratkozott, ahol 2009-ben végzett. Elbeszéléseket, regényeket fordított németből és hollandból. Írásai, versei különböző irodalmi folyóiratokban jelentek meg. 2013-ban jelent meg első verses kötete Két víz közt címmel a Magvető kiadónál. A családtörténeti jellegű, melankolikus és ironikus hangvételű, szürreális képekkel teli verseiért 2014-ben a Makói Medáliák elnevezésű fiatal költőknek adományozott díjban részesült. Idén jelent meg a Dámpúder kétnyelvű magyar-német verses kötete. A Kivégzés című rövid filmje 2014-ben szerepelt a Cannes Fesztivál versenyprogramjában, és a Szarajevói Filmfesztiválon elnyerte a zsűri különdíját. A Csoszogjú című rövid filmje pedig tavaly a Filmtetfest Erdélyi Magyar Filmszemle fődíját nyerte el. Szeretettel köszöntöm a Magyar Adásban Szőcs Petrát, és volt nekem egy felépített bekezdésem legalábbis. Viszont most teljesen áthúztátok ezzel a beszélgetéssel, mert elmondtad, hogy ugye nagyon sok interjúban, vagy akár könyvbemutatón is leragadnak akár közhelyes kérdéseknél is, így is mondhatnám. Tehát, hogy mondjuk, hogy Kolozsvár, és akkor már annál tovább nem nagyon jutnak az emberek. Akkor például te most mit tartanál fontosnak, hogy azzal kezdjük? Hát, hogy mondjuk Bukarest. Most itt vagy Bukarestben. Ez jó kérdés. Köszöntöm a nézőket. És Bukarest az, hogy egyszer voltam életemben Bukarestben, 5 éves koromban, és csak egy szobabelsőre emlékszem, és mindig szerettem volna eljönni Bukarestbe, mert román témákkal foglalkozom, román filmekkel, és Bukarestben játszódik a legtöbb. És nagyon nagy élmény itt lennem, úgyhogy köszönöm a meghívást. Mit láttál ma Bukarestből? Hát elmentünk az evangélikus templomba, ahol egy Otto Dix kiállítást láttunk, és utána egy régi ortodox templomot, és aztán a Piazza Revolucióján sétáltunk még egy kicsit, de nem volt sok időnk. De úgy lett egy benyomásom Bukarestről, hát felületes, meg De azért ez már több emlék lesz, mint az a szobabelső, amiben csak egy csap volt. Fontos volt neked, hogy elmenjél arra a térre, ahol Ceausescu az utolsó beszédét mondta? Miért? Igen, ez nagyon fontos volt, mert van egy kis játékfilmem, ami a Ceausescu házaspár kivégzéséről szól, és sokat foglalkoztam a témával, sokszor újra néztem azokat a felvételeket, és nagy élmény volt oda elmenni. Nekem az jutott itt eszembe még közben, hogy szerencsésnek tartalak olyan szempontból, hogy a saját műveidet tudod adaptálni filmre. Tehát ugye kettő is van, amelyik igazából vers is van, és film is van belőle. Ezt te hogy látod? Tehát te is szerencsésnek gondolod ezt, vagy ezzel nem is gondolkoztál, hanem ez így jött mind a kettő, hogy legyen vers is, meg film. Igen, is. Tehát ez nem megfilmesített versek, tudom, van de... szó. De hát szerencsésnek tartom magam, és olyasmikkel foglalkozom, amik nagyon érdekelnek. Ez, hogy ugyanazok a témák filmben és versben, ez nem tudom, hogy mennyire szerencsés, de hát ezek foglalkoztatnak, vagy foglalkoztattak. Sok szó esett ma itt ugye a testekről, nem a testiségről, hanem a testekről, és mondtál te is egy olyant, hogy a szép az unalmas. Tehát, hogy valami a hibásabb, a rútabb, az izgalmasabb. És hát a Kivégzés című kisfilmedben, ugye, ami Cannes-ban is volt, abban egy nem szokványos kislány játszik. Tehát nagyon érdekes volt látni az arcát, és hát gondolom, hogy valamelyest ez a szem problémája is, ugye? Igen. Alig tudta kinyitni a szemét. Igen. Ez mondjuk akkor a te személyes élményedre is jött? Ez érdekes kérdés. Ez véletlenül alakult így, mert a szem probléma az nincsen benne a filmemben, tehát ezzel nem foglalkozik a film, de láthatóan egy látás problémákkal küzdő
ember szerepel benne. A szépségről, hát nem is a szép testtel van problémám, vagy, hanem azt inkább azért foglalkoztat a valahogy máshogy működő test, vagy a hibáson működő test, mert egy érdekesebb pozíciót jelöl ki sokkal, mint egy jól működő, amelyre egyáltalán nem is reflektálunk, tehát nem gondolunk rá. Ugye ez a kisfilm kijutott Cannes-ba, milyen volt ott? Mert gondolom azért van különbség, hogy hol mutatják be a filmet, milyen a közönség, milyenek a reakciók. Az neked ott milyen volt Cannes-ban? Meglepő volt, nagyon jól reagáltak rá. Tehát ezt a filmet Magyarországon is bemutattuk, és ott mint hogyha kevésbé értették volna, pedig közelebb vannak ahhoz, ahol történt. De jól fogadták, és a filmnek az egyenetlenségeit is érdekesnek tartották. Tehát nagyon jó élmény volt. Ugye te akkor gyakorlatilag még kislány voltál, amikor Igen. történt ez a dolog, és ugye elmesélted, hogy pont akkor szemes problémáid voltak, úgyhogy homály volt az a két nap neked. Hogy miért maradt meg ennyire neked ez a történet? Vagy hogy? Szerintem... Vagy hogyha itthon maradtál volna, és nem mentetek volna el, vajon akkor is ennyire súlyosan létezett volna, hogy muszáj lett volna meg felképeljed, hogy lássuk ezt mi is filmben? Ez nagyon jó kérdés. Az, hogy elmentem, és el kellett szakadnom ettől a valóságtól, vagy attól, ami akkor volt, ez mindenképpen arra késztetett később, hogy ezzel foglalkozzam. De azt látom, hogy a román filmeseknek is nagyon fontos téma. Tehát ott tényleg valami rendkívüli történt, amiről tanulságot akarnak tenni, hogy ők ezt látták, vagy megéltek valami különlegeset, ami egy felhajtó erő, és tovább munkál az emberben. És hogyha lerendezte a maga Ceausescu filmét, akkor utána tovább lép, és most más sem. Most már én is unom kicsit ezt a témát. De meg kellett ezt lépni ahhoz, hogy mással foglalkozhassak. Igen, de azért mégiscsak tovább vitted, és hát a doktori dolgozatod is erre épül, az emlékezés a kortárs román filmekben, Igen. tehát csak nem tudsz még szabadulni. Hát amikor azt elkezdtem, akkor még nagyon az foglalkoztatott. Most már inkább ilyen összegző szemmel nézek rá, tehát már analitikusabban sokkal, mint akkor, amikor ez még érzelmi ügy volt. És Fábrival is foglalkoztál. Fábri tétel volt a doktori szigorlaton, és úgy kezdtem el vele alaposabban foglalkozni. És ez teher volt akkor? Mert ugye általában az ember úgy gondolja, hogy ami kötelező, az egy kicsit teher. Hát nem, ez egy lehetőség volt, mert amúgy elég távolállónak érzem magamtól a Fábri modernizmusát, de abszolút nagy élmény volt, és nagyon sok érdekeset találtam a műveiben. Most itt hirtelen nagyon elfilmesedtünk, úgyhogy egy kicsit visszatér. De nyugodtan. Biztos, hogy lesz még ilyen ugrálás, mert hát ugye ott van a másik filmed is, meg a tévéfilm is nagyon érdekes szerintem. A témáját én nem láttam sajnos, mert nagyon nem volt ahol látni, de hát érdekes volt az, hogy... még akkor csináltátok meg azt a... Muszáj, most Igen. már erről fog beszélni. Jó, persze. Tehát akkor csináltátok meg, amikor még nem volt ugye ez a nagy hajcihő, hisztéria, akármi a menekültekkel kapcsolatban. Utána elgondolkoztál, hogy vajon, hogyha most csinálnád meg, akkor az milyen lenne? Hát teljesen más. Tehát most már nem lehetne figyelmen kívül hagyni azt, ami most történik. Tehát ott még bevándorlásról volt szó, nem menekültekről elsősorban, tehát azok bevándorlók voltak, akikről ez a film készült, és az ő problémáikról, tehát mondjuk nem érintették az idegen gyűlölet kérdését, vagy csak nagyon finoman. Most már ezekről is kéne beszélni, tehát hogy ez sok sokkal komplexebb dologgá vált, ez is sokkal sürgetőbb és sokkal aktuálisabbá, mint akkor volt. Tehát az volt az utolsó év, amikor arról úgy lehetett beszélni, és ezért egy korszak vége is tulajdonképpen.
Amikor mondjuk egy ilyen filmet csinálsz, akkor az empátia mennyire működik benne? Tehát hagyod, hogy akár túltengjen is, vagy vissza kell nyomni, hogy hát kell, hogy működjön. Tehát úgy lehet erről hitelesen beszélni. Engem Nagy Viktor Oszkár keresett meg ezzel a filmmel, és én rajta keresztül kerültem ehhez közel, tehát rengeteg anyaga volt, és azokat dolgoztuk fel együtt, tehát struktúráltuk, és forgatókönyvet írtunk belőle. Tehát ez főleg az ő gyűjtése. De egy nagyon-nagyon izgalmas és gazdag anyag volt, amelyből sok minden izgalmasat ki is kellett hagyni, de nagyon jól alakult szerintem ez a film. Említetted, hogy akár két lakinak is nevezhetnéd magad, mert hát sokat vagy Kolozsváron is, meg Pesten is. Hogy érzed, hogy tehát vannak olyan időszakok, amikor jobb egyik helyen, mint a másikon? Vagy elvágysz? Igen. Télen jobb Kolozsváron. Meg néha nyáron is. Vagy hogyha egy filmre készülök elő, azt általában Kolozsváron szoktam forgatni, vagy Romániában, akkor több időt töltök Romániában, és az nagyon jó. Tehát nagyon jó elmenni időnként. Visszatértél sok-sok év után a nagyszüleid házába, és igazából kirázott engem akkor a hideg, mert én is látom magamat, ahogy visszamegyek a nagyszüleim házába, ami pontosan úgy néz ki, mint gyerekkoromban. Nyilván már egy kicsit ramatjabb állapotban. De neked megvan? Megvan. Hát megvan, hogy mondjam, eladták, de még bemehetek oda, vagy hogy is mondjam. Ez egy szörnyű fájdalom, vagy nem is tudom, hogy mondjam, és amikor oda bemegyek még, akkor mintha látnám, hogy ki a nagyapám, nagyanyám, és ugyanúgy, mint ahogy, mit tudom, 10 éves koromban. Nagyon élővé válnak ettől. Igen. De már hogy attól, hogy abba a házba bemész. A tárgyak. Sokáig nem voltál. Igen, meg az elrendezés, meg minden. Abszolút. Igen. Igen, tehát egy hely nagyon jól őrzi a valakinek a szellemét, tehát sokkal jobban, mint bármi. Jó, akkor most tényleg térjünk a költészetre, és akkor olvassál fel, légy szíves, egy verset. A Molett mennyasszony sminkje. Arcom hájas, főleg a pofazacskok alatt és tokában, ezért a szememet húzom ki berlini kékkel. Hajamat aként rendezem, hogy a konty kiegészítse koponyám rendellenes vonalát. Szempillámat indigóval festem, szakállamat báriumos szőrvesztővel írtom. Együtt letérdelni orgona szóra, ölelkezve nézni a mellékhajóra, holtomiglan hűséges leszek, nem teszek fel koporsó szök kérdéseket. Örökre velem maradsz, mert hamut szórok a bőröndödbe, szemöldökömet a maradék lámpakorommal satírozom. Én azt szeretem a verseidben, hogy, és ezt most nem tudom, hogy ez már neked esetleg derogál-e, hogy egyszerűek. Nem, hogy tiszták, hogy nem kell agyon gondolkozzam magam, hogy vajon a költő mit akart mondani, hanem látom, érzem, és ahogy itt beszéltétek még ma este is, hogy akár látom tényleg a leblendét, a felblendét. Uh-huh. Szóval snitteket látok én is. Ez az egyszerűség, ez jó jelző? Persze, igen. Ezt egy kozmetika könyvből írtam, egy 1923-as Szegedi Szásznak hívják, aki írta, és nagyon érdekes a szó kincse. Tehát, hogy ez hihetetlen kincses bánya számomra. Ami meglepett még ma az, hogy felolvasnál egy olyan verset, amiről azt mondtad, hogy nincs befejezve. Igen. Vagy hogy nem kész, vagy nem Igen. is tudom, melyik szót használtad. Tehát van ilyen, hogy akkor visszatérsz, és még átírod. Igen. És Igen. az miért? Vagy hát mert nincs kész, tehát nem egyenletes, csak úgy össze vannak dobálva benne a dolgok, vagy nagyon sok mindenről akar szólni, és a kapcsolások nincsenek meg benne. Vagy bármi más miatt, máshonnan akarok ránézni, máshogy, és nem érzem késznek őket. És akkor megvannak ezek a változatok úgy sorban? Igen, vagy? Igen. Megvannak általában. És akkor aztán egyszer csak lesz egy utolsó, egy hát legutolsó. Igen, lesz egy legutolsó, de ez még nem az volt. Ha megnézem a két kötetnek a címét, ugye az első az mindenképpen valamilyen szimbólum,
hordozást is sugal nekem ez a két víz köz. Ugye nagyon szép egyébként, és tudom, hogy hát Kolozsváron van egy ilyen hely. A Dampuder az meg nagyon-nagyon érdekesnek tűnik. Úgyhogy hogy választod a címet például? Nagyon rossz címadó vagyok, és a két víz köz előtt nagyon komoly gondban voltam, hogy mi legyen a címe. Én nagyon féltem attól, hogy ez szimbolikusan is érthető, amit nem akartam egyáltalán, tehát nem akartam szimbolikus címet, de mivel ez egy konkrét hely, a két viszköz Kolozsvárnak egy része, ezért ahol tényleg játszódik az egész, mert a mi családi házunk ott volt, ezért ezt úgy gondoltam, hogy ez illik rá egyedül, tehát bármilyen más címet próbáltam, leesett róla, vagy csak egy része, a kötetnek csak egy részére vonatkozott, valamiféleképpen elárulta a kötetet, és nekem tetszik ez a szó, nehezen megjegyezhető, főleg aki nem ismeri ezt a helynevet, de egyszerűen nem találtam jobbat, és nem bánom, hogy ez lett. Itt berlini kékkel, indigóval festett ki a szemed. Mm. Tehát ezek a városok, országok, ezek, tehát mit rejtenek? Hát egzotikumot. Rejtenek egyáltalán? Egyszer elmondtam egy Dampuderrel, amit egy tégellyel, amit találtam egy szekrényben, és nagyon szép volt, fehér, és valami dombornyomott forma volt rajta. De tehát nagyon egzotikusnak tűnt, de nagyon otthonosnak is, mert egy olyan szekrényben találtam. És több versenben is megjelenik a Dampuder, mint egyes szereplők kelléke, akik megjelennek a versben, illetve mint a leplezésnek az eszköze, az önleleplezés, vagy a helyzetből kilépésnek a lehetősége. És egyszerűen azt szeretem, ahogy hangzik, vagy amilyen képet kelt, hogy Dampuder, de utána néztem, hogy nincs Dampuder, tehát amikor egyszer jártam Dániában, akartam venni egy Dampuder, de nem volt Dampuder. Úgyhogy... Azzal is megleptél, hogy nagyon, nagyon szeretem a humorodat. Azt hitted? Nem hiszem, hogy hittem volna valamit, de ugye... Hát vannak ilyen, nem előítéletek, hanem van egy elképzelése az embernek egy költőről, egy íróról, egy nem tudom miről. És nagyon-nagyon jól esett nekem, hogy itt ma ennyi kacarászás volt ezen a beszélgetésen. Beszélgetés ugye? Volt, igen. Gondolom, hogy több ilyen vettél már részt. És de akkor... voltam, ahol nem volt kacarászás azért, tehát hogy itt szerintem sikerült nagyon felszabadulni, és Zalán is nagyon jó kérdéseket tett fel, úgyhogy könnyű dolgom volt. Igen, de kikacsintottál felénk is, tehát nem hát csak egy asztali köztetek zajlott, hanem azzal, hogy bevontál minket is, azt szerintem a közönségnek is nagyon jót tesz. Hát nagyon érdeklődő közönség volt, és hosszú ideig kibírták, tehát nem fészkelődtek, több generáció is volt, az is nagyon izgalmas volt, hogy őket hogy lehet bevonni. Hát így nagyon jó élmény volt ez. Most a második köteted az nagyon érdekes, ugye, mert két oldalon, magyarul és németül jelenik meg. Ez hogy lett ez a kötet? Hát gondolom, ez a Solitude, ez valamit, vagy Solitude? A Schloss Solitude-ben kaptam ösztöndíjat. Ez egy 3 hónapos ösztöndíj volt, és Stuttgart mellett egy kastélyban kaptam egy lakást, ott 40 művész szoktak meghívni különböző országokból, nagyon izgalmas és inspiráló hely, és Magyarországról is mindig szokott minden évben lenni egy költő vagy író, akit kiküldenek, ezt a József Attila kör választja ki ezt az alkotót, és akkor a Schloss Solitude lefordítatja és kiadja a könyvüket utána, és utógondozza őket. És ez egy hihetetlen lehetőség, tehát nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ezt én megkaphattam, nem is hittem el, és nagyon boldog vagyok, hogy németül is olvashatók a versek. Tehát mondjuk akkor ez egy elismerés, nem? Hát szerencsém volt, igen. Igen, hát szerencsém volt. Mert? Hát, hogy kiválasztottak és elküldtek oda. Hát akkor azt jelenti, hogy jó vagy? Nem azt jelenti? Nem? Oké, jó.
Amikor németre fordították, ugye hát egy olyan fordította, aki magyarul is tud, meg németül is, de te is tudsz magyarul is, meg németül is. Volt valami, vagy egyszerűen megadtad magad, és intézze, vagy volt olyan, hogy úgy érezted, hogy esetleg te jobban tudnád, vagy jobban érzed? Nem. Olyan nem volt, hogy azt éreztem volna, hogy jobban tudnám. Olyan volt, hogy valami félreértés volt, vagy nem pont azt akartam mondani, vagy valahogy úgy fogalmaztam, hogy pont ez a jelentés elveszett, ami nekem fontos volt, és akkor szóltam, de nagyon jók a fordítások, tehát nagyon meg vagyok velük elégedve, és szerintem tökéletesen tükrözik azt, amit megírtam. A félreértéseket, azt a keveset pedig tisztáztuk. És a román fordításokkal? Azok is vagy nagyon azoktól jók. Azok már távolabb vagy? Andrej Dósa fordította őket, nem vagyok tőlük távolabb. Azokat is nagyon jónak találom, és az Andrej ő meg is kérdezte, vagy rá is kérdezett olyan helyekre, amelyek nem voltak neki világosak. Úgyhogy azok is remek fordítások, és nagyon örülök nekik. És nagyon szeretnék majd egy román kötetet valamikor. Jó, akkor addig is még egyet hallgassunk meg magyarul. Vakáció. Tornacsarnok az emlékezés háza. Ablakai kékek és gömbölyűek, régen tele volt a város ilyenekkel, zsidók építették, mórok vagy szászok. Itt érdeklődhetsz nagyanyád felől, de félsz, már visszavonhatatlan. Derült szín lesz, felmész a szoláriumba, úgy teszel, mint aki élni akar, kérdezel, vetközöl, alkudozol. De mire kiszállsz, látod, hogy leesett a hó. És bár augusztus van, bezártak minden ablakot. Új domb épült, a tetejére kivonultak szánkókkal a nagyapák, mint lassú, fekete hattyúk. Most mi van? Film van, vers van, vagy mikor van ez, minden. Mikor ez, minden van? Van, most igen, van, azt van, hogy semmi nincs. És az milyen, van, amikor semmi nincs? Nem jó. Nem. De akkor film mi lesz, okay. Vagy mi? Hát van két nagyjátékfilm tervem, és ezekkel foglalkozom. A főiskolán ugye egymásnak is nagyon sokat segítettetek. Igen, hát igen. Bárki bármibe beugrott, és ha jól láttam, operatőrködtél is. Ó, vagy azok csak ilyen számít. Gyakorlatos? Igen, az nem. Tehát nagyon érdekelnek a képek, meg nagyon fontos számomra a kép, sokat fotózom, de operatőrként nem tevékenykedtem. Ez egy táborban volt a film, tehát táborban, hogy operatőr csoportba jelentkeztem, de ennyi volt. És csak a kép miatt ti szeretett? Igen, hogy lássam arról az oldalról is a dolgot. Prózát fogsz-e írni, vagy van-e... Nem hiszem, nem. A vers érdekel, hogy a vers lehetőségei, nem hiszem. Régen írtam egy-két prózát, de sokkal jobban izgatnak a vers lehetőségei. Fordítani viszont? Prózát fordítottam hollandból, de fordítónak sem tartom magam, hogy műfordítónak. Ezek így adódtak, ezek a könyvek, és szerettem őket, és... Akkor volt egy felkérés, és lefordítottam. De ennyi. Petra, hogyha még akarsz, akkor egyet felolvashatsz, hogyha úgy gondolod, az nagyon tetszik nekem, az a hosszú vers. Ez nem olyan hosszú. Hazugságvizsgáló. Senki nem érdekli már őt, csak te. Ez nem igaz. Unja a másokkal való beszédet. Ez igaz. Minden szerelemben van valami ödipális. Ez nem igaz. Mikor legutóbb találkoztatok, és azt mondta, nem igaz, hogy nem szeret, hazudott. Igaz. Mesélt a rózsakertekről, hogy a városában. Ez nem igaz. És arról a nőről, akit elektrosokkolni kellett. Ez igaz. És a másik nőről, akit elégettek, de minden éjszaka eszébe jut az arca, és amikor lemegy vízért, a nő ott ül a kanapén, és mosolyog. Igaz. Nem kellene vele többet beszélned. Igaz. De fogtak még kávézni. Igaz. Azt mondja, bármikor átnyúlna a szalagkorláton, hogy virágot szedjen neked. Azt mondja, de nem igaz. A virágok nem fontosak. Igaz. Köszönöm szépen, és akkor kívánok, amit te szeretnél, filmet is, verset is, fordítást is, mindenfélét. Köszönöm szépen.